Forgalomkorlátozásra kell számítani vasárnap a 44 és 445-ös számú főutak körforgalmi csomópontjánál. Aznap végzi ugyanis az MH59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázis a MiG-21-es emlékmű karbantartását. A repülőgépet karbantartási munkálatok miatt szerelik le, mivel az elmúlt évek időjárási hatásait szeretnék kijavítani. Újra festik a vadászgépet, emellett pedig ellenőrzik majd a világítófényeket, és kijavítják az átvizsgálás alatt felmerülő egyéb hibákat is. A repülőt körülbelül egy hónap múlva teszik vissza a helyére. A Magyar Közút közlése szerint a munkálatra reggel 8 órától kerül sor, várhatóan 6-8 óra időtartamot vesz igénybe a repülőgép leszerelése és elszállítása. Ennek idejére a Kecskeméti rendőrkapitányság irányítja majd a forgalmat. A munkafázisoktól függően részleges forgalomkorlátozásra számíthatnak a közlekedők. Lesz olyan szakasza a műveletnek, amikor várhatóan a 44-es főútról a 445-ös főút, Békéscsabai út, repülőtéri út, 44-es főút terelő útvonalra lesz irányítva a forgalom rendőri biztosítás irányítás mellett. Tehát megnyitják majd a repülőbázis előtti utat, és erre az útra fogják terelni a 44-es forgalmát. A munkálatok utolsó fázisában a repülőgép repülőtérre történő beszállítása idején várhatóan teljes útzár lesz a 44-es főúton a repülőtér kapujától a 445-ös főút körforgalmáig. Kedvezőtlen időjárás esetén a munkálatot május 30-án végzik el. A terelésről és az útzárásról a Magyar Közút útinform oldalán kaphatnak további információt.